Ez a híradó 8 órakor, az M1 Jelontos Csaba vagyok. Hárman meghaltak és többen megsebesültek, amikor egy férfi válogatás nélkül járókelőket szúrt le a németországi Solingenben. Sajtóhírek szerint a sebesültek közül 5-en súlyos állapotban vannak. A támadás az Észak-Rajna-Vesztfáliai város fennállásának 650. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen történt. A rendezvény vasárnapig tartott volna, de a késelés miatt félbeszakították. A támadót még nem fogták el. Mentőautók szirénái világítják meg az éjszakai utcákat Solingenben. A nyugat-németországi város központját fegyveres rendőrök lepték el. A helyszínen péntek éjszaka több embert is megölt egy késsel felfegyverkezett férfi. Fél 10 körül sok hívást kaptunk a szemtanúktól a Wuppertali műveleti központban. Arról számoltak be, hogy egy ismeretlen tettes több emberre rátámadta késével itt, a Solingeni fesztiválon. Áldozatait véletlenszerűen választotta ki. Jelenleg 3 ember gyászolunk. Mellettük 4 másik személy súlyosan megsérült, mondta a térség rendőrségi szóvivője. A településen tegnap kezdődött a város alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett fesztivál. Itt történt a késelés. A beszámolók szerint közvetlenül a színpad előtt támadt rá áldozataira az elkövető, aki próbálta nyakon szúrni a közelében tartózkodókat. A férfit egyelőre nem sikerült azonosítani, ráadásul továbbra is szökésben van. Igazán szörnyű, ami történt. Még ezekben a veszélyes időkben is megdöbbentő. Gondolataink és érzéseink az áldozatokkal és családtagjaikkal vannak. Most csak imádkozni tudunk azért, hogy a súlyosan sérültek életben maradjanak, mondta a szövetségi tartomány belügyminisztere. A 3 naposra tervezett fesztivál első napjára több mint 10 000-en látogattak ki. A támadás miatt a szervezők a szombati és a vasárnapi programokat is lemondták. Iszlamista rabok ejtettek túszokat egy oroszországi börtönben, 4 fegyőrt megöltek, több foglyot pedig súlyosan megsebesítettek. Fegyvereket és egy autót követeltek, illetve azt, hogy a márciusi krasznogorszki terrortámadásban elfogott társaikat engedjék szabadon. A rendőrök először megpróbáltak tárgyalni velük, de eredménytelenül. Végül a mesterlövészek lelőtték őket. Megöltek 2 idős amerikai nőt Mexikóban péntek éjszaka. Az áldozatok 72 és 82 évesek voltak, amerikai-mexikói kettős állampolgárok. A holttesteket egy autópálya mellett felborult kocsiban találták meg. A gyilkosság az amerikai határ közelében Sonoitában történt. A térség az utóbbi években az erőszakos bűncselekmények és a migráns csempészet miatt vált híretté. A tetthely közelében egy lopott autót és lőfegyvereket is találtak a nyomozók. Visszalépett az amerikai elnökválasztás 3. független jelöltje Robert F. Kennedy. A 70 éves politikus bejelentette, Donald Trumpot támogatja. Nem sokkal később meg is jelent Donald Trump arizóniai kampányeseményén. A visszalépő politikus a felmérések szerint a szavazatok 5-6%-át kapta volna, ami a jelenlegi kiélezett versenyben akár döntő is lehetett volna az elnökválasztásban. Washington, Nárai Balázs. A bejelentést Arizonában tette, ezt követően pedig megjelent Donald Trump kampánygyűlésén, Glendale-ben. Arról beszélt, hogy ugyan nem értenek egyet minden kérdésben, de a közös pontokat, a közös értékeket keresik, a demokratákat pedig egyfajta közös ellenfélként azonosítják. Robert F. Kennedy országos szinten mintegy 5-6%-os támogatottsággal rendelkezik, ami szavazatszámot tekintve komoly mennyiség, komoly szám, és akár billegő államokban meghatározhatja vagy eldöntheti a novemberi elnökválasztás menetét, kimenetelét, eredményét. A fiatalabb Robert F. Kennedy fia annak a Robert F. Kennedy szenátornak, aki gyilkosság áldozatává vált, és unokaöccse John Fitzgerald Kennedy elnöknek, aki szintén gyilkosság áldozatává vált. A Kennedy család hagyományosan demokrata párthoz kötődő család, ezért jelentős és fontos lépés az, hogy a fiatalabb Robert F. Kennedy, Donald Trump, azaz egy republikánus elnök jelölt mellett áll ki a most novemberi elnökválasztáson. A világban zajló háborúkról szól az a nemzetközi keresztény konferencia, amelyen Orbán Viktor is felszólalt az olaszországi Frascatiban. Az esemény idei kiemelt témája: háborúban a világ, állandó válságok és konfliktusok, mit jelent mindez a számunkra? A katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata egy 2010-ben létrehozott pártok feletti szervezet, amely a Szentírás és a katolikus egyház társadalmi tanításának talaján áll. Mostani konferenciájuk vasárnapig tart.
A családi adókedvezmény megduplázása, az otthonteremtési támogatások emelt szinten tartása, a kisvállalkozások segítése, valamint a diákhitel mintájára egy szakmunkás hitel kidolgozása is szerepel a magyar békeköltségvetés tervezetében. Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter a Tihanyi Transit Fesztiválon azt mondta, hazánk azért is beszél a békéről, mert az jó Európának, jó a magyar gazdaságnak, a békeköltségvetés tervei pedig már az asztalfiókban vannak. A gyerekek után járó adókedvezmény értékének a megőrzése és a megemelése a következő két év egyik legfontosabb feladata. Itt célul azt fogjuk kitűzni, hogy 2026-ra a gyerekek után járó adókedvezményt minden kategóriában, az egy gyereket, a két gyereket, a három, illetve több gyereket nevelő családoknál is megduplázzuk. Alig enyhült egy kicsit a forróság, már is visszatér, és itt is marad a kánikula. Éjféltől ismét másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az egész ország területére. Az intézkedés a tervek szerint egy hétig marad érvényben, vagyis megint tartós lesz a meleg, idén már sokadszor. Ez pedig egyre jobban megvisel mindenkit, életkortól függetlenül még az egészséges szervezetet is megterheli. A hétvégén már megint akár 37-38 fok is lehet. Gyerekzsivajtól volt hangos a gyulai várfürdő péntek délután. Aki tehette, kihasználta a jó időt. Tömve voltak a csúszdák és a medencék a közkedvelt élménykomplexumban. A Balatonra is már pénteken visszatért a kánikula, napközben több mint 30 fok volt Tihanyban. A meleg időt sokan kihasználták már a hétvége előtt is. Egerben sem fáztak az emberek. A Dobótéren este 6 óra előtt is 31 fok volt. Sokan a párakapu alatt frissültek fel a nagy melegben. Ebben a büfékocsiban csak nem 60 fok van a sütők mellett, az itt dolgozók is nehezen bírják a hőséget. Óránként pihenőt tartanak és sok folyadékot isznak. Borzalmasan, nagyon meleg van. De igyekszünk kiszolgálni az embereket és boldogságot okozni az ételekkel. 34-35 fokot mutatott a hőmérő az esti órákban Szeged belvárosában pénteken. A tartós meleg leginkább az idős emberek és a gyermekek szervezetét viseli meg. Nem mindenki örül a kánikulának. Majd benn maradunk, több fagyit eszünk, több jégkrémet. A Hungaromet előrejelzései alapján szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország egész területére jövő hét péntekig. A nagy melegben a tűzoltókat naponta 30-60 szabadban keletkező tűzhöz riasztják. Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőkben és azok 200 méteres körzetében is tilos tüzet gyújtani. Egy bántalmazásra utaló egyezményes kézjellel kért segítséget egy nő egy bolti eladótól Kaposváron. Az esetet rögzítette az üzlettérfigyelő kamerája. Az eladó azonnal felismerte a jelzést és értesítette a rendőrséget. A nővel érkező férfit a rendőrök őrizetbe vették, kapcsolati erőszak gyanújával. Az eset alig néhány hónappal azután történt, hogy a rendőrség közzétett egy ismertető videót a segélykérő kézjelről. Ez az aprócska, néma, de mégis határozott mozdulat, ami mindent megváltoztatott. A nemzetközi kézjelzést egy kaposvári ruhaüzlet térfigyelő kamerája rögzítette. A felvételen jól látszik, amint egy nő és a mögötte haladó férfi belép a boltba. Az áldozat nem sokkal ezután kézjellel kér segítséget az eladótól, aki felismerve azt gondolkodás nélkül azonnal elindul, hogy tárcsázza a rendőrséget. A jelzést mutatva jött felém a hölgy, felvéve a szemkontaktust velem. Akkor láttam, hogy ki vannak sírva a szemei, akkor ismét jelezte a kézjelzést, hogy bajban van, és segítséget kér. Az üzletben dolgozó bíres Annabella azt mondja, a kézjelzést egy külföldi videóban látta korábban. Miután felismerte, rögtön tudta, hogy baj van, és cselekednie kell. Bementem hátra az irodába, figyelemmel kísértem a kamerán, hogy mi történik. Láttam, hogy az úr távozott, addigra letettem a segélykérő, vagy a segélyhívóval a telefont, és akkor kimentem a hölgyhöz. Szóltam neki, hogy maradjon ott, jönni fognak most a rendőrök. A nemzetközileg is elfogadott segítségkérő kézjelzést a rendőrség azért vezette be, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek akár némán is jelezni tudják, ha bajban vannak. Pár hónappal ezelőtt a rendőrség egy kampányvideóban is felhívta a figyelmet a néma segélykiáltásra azért, hogy minél többen megtanulják értelmezni, illetve használni ezt a kézjelet. Vedd észre a néma jeleket, ne várj másra! Itt a 112.
A kaposvári üzletben kézjelet használó áldozatnak óriási szerencséje volt azzal, hogy az eladónő azonnal felismerte a kézjelet. Az elkövető ellen jelenleg büntetőeljárás van folyamatban kapcsolati erőszak és más bűncselekmények miatt. Mivel szabadlábon védekezik, távoltartást rendeltek el vele szemben. Az üzletben dolgozó eladó a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságtól kitüntetést kapott a helytállásáért. Ez volt a Híradó, amely újra megnézhető a hiradó.hu oldalon. Most a Nemzeti Sporthíradó következik Környei Bencével.